Nincs érem a nyakadban, ez azt jelenti, hogy nem sikerült odaérni a dobogóra. Sokon múlott? Hát pontszámilag igen, tehát 6 ponttal maradtunk le a harmadik helyről, de azt gondolom, hogy játékban viszont a legjobbak közé tartoztunk. Miért nem jött akkor meg ennek az eredménye? Hát több szakemberrel is beszéltem, nagyon nyitott vagyok, tehát általában az ellenfél edzőivel is szoktam beszélgetni. Várom a visszajelzéseket. Úgy ítéltem meg, hogy játékban, tehát akár labdabirtokló részében, védekező részében nagyon jó játékot nyújtottunk, kezdeményező futballt játszottunk. Ez azt jelenti, hogy már az ellenfél térfelén próbáltunk letámadni, előre védekezni, illetve kerestük a labdabirtoklás lehetőségét. Két okra vezetném vissza azt, hogy mégsem tudtunk eredményesek lenni. Az egyik az, hogy bár számtalan helyzetet kidolgoztunk, de kevesebb számban értékesítettük azokat, bár így is a harmadik legtöbb gólt rúgtuk a bajnokságban, míg hátul követtünk el olyan egyéni hibákat, ami sokszor a 3 pontunkba került. Ezeket ki lehet javítani, vagy esetleg posztra kell igazolni embereket, hogy mondjuk például a Puskás Suzuki kupán jól szerepeljetek a következő évben? Hát szerintem is. Tehát nyilván, mint edző azt mondom, hogy azon kell dolgozni, hogy ezeket a hibákat kijavítsuk. Mind az elől lévő, tehát a helyzet kihasználáson is lehet dolgozni, vannak olyan gyakorlatok, és persze hátul is lehet olyan edzésgyakorlatokat szervezni, hogy ezeket kijavítsuk. De valóban vannak olyan posztok, amire jó lenne, hogyha tudnánk erősíteni. Érmet nem akasztottak a nyakadba, de azért van egy díj nálad. Miben sikerült nyerni? Igen, a házi tekból bajnokságban első helyezést értünk el. Ez egy kiegészítő sportág a focinak? Karácsonyra kaptuk ezt az asztalt, mi egy azt hiszem magyar találmány, és ezt így hobbiból lehet játszani. Viszont nem sikerült jól az évetetek ennyire, mert hogy nem tudtatok dobogóra kerülni. Miért nem? Szerintem nagyon felkészült volt a csapatunk egyébként, annak ellenére, hogy a negyedik helyezést értük el. Labdabirtoklásban, támadásban szerintem a legjobbak közé tartoztunk, de sajnos nem úgy jöttek össze a meccsek, mint tavaly, amikor bajnokok lettünk. Nagyon sok kiégett helyzet és egyéni hibák miatt lettünk szerintem negyedikek.